lezárult a Pécsi Református Kollégium általános iskolájának építési projektje. A sajtónyilvános eseményen dr. Hoppá Péter, a kollégium igazgató tanácsának elnöke, örömét fejezte ki a sikeres befejezéssel kapcsolatban. Beszélt arról is, hogy többszörösen oka van az ünneplésre. Kicsit ünnepélyes pillanatokat élek meg többször, háromszorosan is. Most a egyházmegyénk jelölő közgyűlése éppen itt az új iskolaépület aulájában zajlik. A mai napon az új 6 éves egyházmegyei ciklusra. Közben fölidézem, hogy a napokban 25 évvel ezelőtt tettük be először ide a lábunkat feleségemmel, amikor friss, még diploma előtt álló pedagógus jelöltekként elkezdtünk tanítani a Pécsi Református Kollégium akkor egyetlen tagintézményében, a gimnáziumban, ahol csak egy osztály volt és egyetlen épület. És azóta eltelt negyed század, és az egyik legfontosabb törekvésünk a negyed század alatt az volt, hogy a legnagyobbra nőtt tagintézmény, a most már a 7 tagintézmény között a Pécsi Általános Iskola, amelyik létszámát, lélekszámát tekintve a legnépesebb, kapjon végre a 4 épületbe szétszórt léte helyett egy önálló, új, 21. századi modern iskolaépületet. Ez a nagy álom is megvalósulhatott. Először csak a tervezőasztalon dolgoztuk át, többször is a tervezőkkel ezt az épületet annak érdekében, hogy valóban a teljes általános iskolai spektrumot befogadni képes legyen, és olyan szaktantermek is épülhessenek itt, és olyan energiatakarékosság igényeknek is megfeleljen, amivel elmondhatjuk, hogy Pécs városa és ezáltal a megye legmodernebb iskolai épületét vehettük birtokba. Aztán jöttek a szorgos hétköznapok és évek, hiszen egy pályázatot kellett megírni. A pályázat győzedelmes lett, hiszen az akkor még Balogh Zoltán miniszterségével, most már püspökjelölt mi voltában köszönjük neki a támogatást, az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt országos egyházi iskolai építési pályázaton a legmagasabb támogatással nyert ez a gyönyörű épület terve a megvalósításra 1 320 000 000 forintot. És utána közbeszerzési eljárásokat kellett lefolytatni, a kivitelezőt ki kellett választani a fenntartó Baranyai Református Egyházmegyének, azt követően pedig megindult a régi kisiskola, ami garázsokból épült, és az első és másodikosoknak az otthona volt 20 éven át. Megindult annak a bontása, a terület előkészítése után, és utána pedig egy bő, egy majdnem másfél éves építkezés, hiszen itt akkora négyzetméter, majdnem 4000 négyzetméter felületet kellett új épületté varázsolni, a környezetet, az iskolaudvart teljesen új pompájába öltöztetni, egy sportudvart létrehozni, felszerelni a város és a térség egyik legmodernebb természettudományi kémia, fizika laborját. Tehát sok-sok feladat következett még, így a 2016-os pályázati győzelem után 3 év telt el, mire a tavalyi év szeptemberében, ezekben a napokban, augusztus 31-én pontosan zsinatunk lelkészi elnöke, dr. Bogárdi Szabó István püspök úr, és a miniszterelnökséget vezető református miniszter, dr. Gulyás Gergely részvételével átadhattuk a Kárpát-medencei Református Oktatási Intézmények tanévnyitója keretében itt Pécset az új általános iskolai épületünket a pedagógusoknak és a diákoknak. Itt nem csak infrastruktúrát kaptunk, hanem egy esélyt és lehetőséget arra, hogy egy önálló lelkiház ebben a most önállósodó közösségben is épülni kezdett tavaly szeptemberben. Mi a közösségek erejét hangsúlyozzuk, és hogy a gyerekeket kézenfogva vezessük arra, hogy a hit ereje és az Isten iránti bizalom és az egymás iránti elfogadás és szeretet segíthet abban, hogy egy boldogabb társadalom építőkövei legyünk közösségben. Az egyház közösségről szól, Krisztus közösségéről szól, ez tehát a fő áramlat, a fő világból érkező interneten ömlő liberális államlattal szemben egy nagyon komoly keresztjéni kiállás, és ennek az egyik legfontosabb műhelyévé vált az önállósodó, saját épületbe költöző általános iskolai közösségünk. Nagyon bízom abban, hogy ez az entitás, ez az attitűd, ez egy intézményegységeken átívelően, a gyerekek lelkében, a gimnáziumban tovább haladva, majd a felnőtt életkorukban is olyan tapadásokat jelent,
ami hozzásegítheti őket, hogy az élet első kalandjai, útkeresései után néhány év múlva, 21 pár évesen, ahogy láthatunk is néha erre örvendetes példákat, a templompadokban megjelenjenek ezek a fiatalok, akik itt 8 évig, 12-13 évig ezt a lelkületet, ezt a biblikus, igenis korszerű, de mégis időálló és értékálló 2000 éves keresztény konzervatív értékrendet, ha magukénak tekintik, akkor ezzel boldogabb életük lesz. A beruházás kedvezményezettje a Baranyai Református Egyházmegye. Györfi Bálint Esperes idézte fel az elmúlt időszakot, és adott hálát a megvalósult építményért. Nagy áldásnak érzem azt, hogy megvalósult az általános iskola felépítése, befejezése. Ez valahol a maga méltóságával Isten dicsőségét hirdeti. Rendkívül fontosnak tartom ezt a megújult iskola épületet azért is, mert azt érzem, hogy valóban méltóan tudjuk fogadni azokat a gyermekeket, a mai 21. századi körülményeket megteremtve ezáltal, és valóban a lehető legtöbbet tudjuk biztosítani nem csak a gyermekeknek, hanem így a családoknak is, mind az infrastruktúra vonatkozásában, illetve természetesen pedagógusi vonalon is. Nagyon örülünk ennek az új épületnek, de hát ez megtelt már az előző évben is, hiszen egy éve használják a gyerekek ezt az épületet, lelki tartalommal is. Mi az a legfontosabb üzenet, amit innen üzenne a diákoknak, tanároknak a következő időszakra? Üzenet: Isten dicsérjék és magasztalják életükkel, tetteikkel, szavaikkal, és legyenek hálásak azért, hogy ilyen környezetben, ilyen lehetőségekkel megáldottan tudnak dolgozni, készülni az életre. Az egyházmegyének nagyon fontos, hogy legyen iskolája, hiszen egy iskola és az egyházmegye szoros kapcsolatban egy ügyet képvisel. Így van, nem csak általában véve az életre nevelés helye az iskola, hanem ahogyan szokták mondani, az Anya Szent Egyház beteményes kertje egy iskola. Így tulajdonképpen ez valósulhat itt meg. A jövő Anya Szent Egyházát építjük a gyermekek formálásával, hitbeli nevelésével. A Pécsi Református Kollégium új általános iskolája Európai Uniós támogatással valósult meg. A 14 tantermes csoportszobákkal, fél tornateremmel ellátott modern épületet tavaly szeptember óta használják a refis diákok. Az idei évkezdés ajándéka a korszerűen felszerelt természettudományos laboratórium, melyet a napokban próbálhattak ki először a Pécsi Református Kollégium diákjai.